Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Kézi Vezérlés extra nézőit. Mai műsorunkban Szikora Merindával fogunk beszélgetni, és nem először a műsor történetében. És a korábbiakban mindig vidám, mosolygós, üdeoldott beszélgetések voltak. Most lehet, hogy ezt nem tudom, nem tudjuk ígérni, mert hogy ugye egy súlyos sérülés után vagy, és hát még nagyon messze a vége, sőt az eleje is. Egyáltalán pontosan mi történt? Mert nagyon sok helyen olvastam, hogy nagy a baj valószínűleg, súlyos sérülés, stb. De én eddig legalábbis konkrétumot nem hallottam, nem olvastam sehol senkitől, úgyhogy akkor most első kézből szeretnénk hallani a diagnózist. Szia, Sziki! Sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit. Hát a diagnózis az keresztszalagszakadás. Elszakadt újból a jobb lábamban a keresztszalag, úgyhogy ezt megerősíthetem, de azt hiszem már a Vova megerősítette ugye itt a válogatott felkészülés előtt. Hát tulajdonképpen ez egy szerencsétlen mozdulat volt a 7 méteresnél. A 7 méteres lövő hölgy azt választotta, hogy plusz egy cselt csinál, amire én nem voltam felkészülve, elég sokat videóztam, úgyhogy tudtam, hogy vagy elsőre, vagy másodszorra előli a labdát, és ugye plusz egy cselt történt, és én már beleálltam a vissza alsójába, vissza akartam védeni, de aztán egy kicsit így megtorpant, vagy megroppant a térdem, amiből így ki tudtam hál' Istennek esni, úgyhogy gondoltam, hogy akkor baj nem lehet. Aztán cserét kértem, megnézte a fiziónk a térdem, megnézte a szalagjaim, teszteket csináltunk a félidőbe is, úgy volt, hogy visszatérek a második félidőre, de aztán éreztem, hogy ha most nem csináltam nagy bajt a térdem, akkor inkább nem kockáztatom meg ezt a második félidei visszatérést, úgyhogy úgy döntöttünk a stábból és az edzőmmel, hogy nem fogok visszatérni a második félidőre, úgyhogy ott még nem éreztem, hogy nagy gond lehet, aztán egy 11 órás puszút után kicsit bedagadt a térdem, úgyhogy akkor már egy kicsit így vészjelző volt, hogy valami van a térdemmel. Aztán ugye, amikor már olvastam reggel az interneten, hogy súlyosan megsérültem, akkor még ugye nem volt a kezünkben semmi a féle diagnózis. Háromkor voltam MR-en, ahol ugye a német doktor úr megállapította, hogy elszakadt a keresztszalagom. Aztán jöttek a telefonhívások, úgy döntöttünk, hogy haza utazom. A szövetséggel sokat kommunikáltam Novák Andrással, és kérte, hogy itthon is vizsgáltassam meg magam, illetve ugye előzőleg is dr. Erdély Gábor műtötte a térdem, úgyhogy én is benne bíztam, és abban nem bíztam, hogy nem szakadt el nyilván a keresztszalagom, mert az egyértelműen a felvételen látszott, de abban bíztam, hogy valami pozitívat tud mondani, illetve nyilván valaki olyantól hallom, akivel tényleg 100%-osan bízom. Úgyhogy azért hazarepültem másnapkora reggel, és márkora reggel a doktor úr megnézett, úgyhogy megerősítette ezt ő is. Azon voltunk, minél korábban megtörténjen ez a műtét. Sajnos a mai nap nem sikerült ezt végrehajtani, de jövő szerdán ez már biztos, hogy meg fog tudni műteni. Akkor ezek szerintem most itthon vagy. Én meg voltam róla győződve, hogy te kint vagy Németországban meg. Nem, már másnap reggel korán hazatértem. Itthon vagyok Budapesten. Na legalább ennyi pozitívum legyen, és akkor azt még gyorsan mondjuk el, hogy ez az Odense elleni Bajnokok Ligája meccsen történt, ugye? Igen, igen, ez vasárnap történt. Igen. Szomorú. És akkor ez meg is látszott az eredményen, hogy nem védtél. Jól tudom, a másik kapus se volt, a brazilokkal volt együtt, ugye? Igen, ő sem volt, ezért igazoltunk egy harmadik számú kapust, úgyhogy ha valami történne velem ezzel a címszóval, hát sajnos történt velem valami, úgyhogy be kellett vetni őt is. Nyilván az eredmény alakulásában, hogy nekem milyen részem lett volna, hogy milyen nem, az most már utólag teljesen mindegy. Nagy arányú vereség lett a vége. A csapat is összeomlott, lehet, hogy ebben is benne volt, hogy tényleg én már az elején kiestem, és nyilván a csapattársaim megkérdezték, hogy mi a helyzet és milyen az állapotom, úgyhogy nem tudtam visszatérni, hát ugye ez is hatása volt a csapat lelki állapotára, de a legutóbbi odensei meccsünk sem sikerült múlt évben túl jól, úgyhogy szerintem ez valami, nem tudom, ilyen rontás van rajtunk ott Odensébe, úgyhogy
jövőre mondd le, hogyha összesorsolod. Igen, azt akartam mondani, hogy Ódenszében nem nagyon kell elutaznunk innentől kezdve. Ha egy picit még visszatérünk a Bietigheimre, ugye egy remek szezon kezdeten vagytok megint túl. Nem leveg egy picit ott a fejetek fölött a tavalyi évnek a rossz befejezés, illetve a visszavágók utáni kiesés, hogy nagyon jól kezdtetek, és akkor most lehet, hogy ez a törés, te sérüléseddel, meg ebben a verességgel visszatérhet, vagy ez most egy egész más szituáció, mint tavaly volt? Azt gondolom, hogy azért az én sérülésemet külön kell választani ettől a történettől. Ugye a csapat ebből a kiesésből levonta a konzekvenciákat, úgyhogy a felkészülést már egy kicsit másképpen kezdtük el az új edzőnkkel. Ott fizikálisan nagyon elfáradtunk ugye a visszavágókra, úgyhogy egy komoly nyári alapozáson vettünk részt. Azt gondolom, hogy a lányok jó állapotban vannak, ettől függetlenül, hogy ez az ódenzei vereség, ez most így alakult. Úgyhogy én bízom a lányokban, és bízom abban is az edzőben is, és a stábban is, hogy ezt sokkal jobban fogjuk úgymond megvalósítani, mint a múlt szezonban. Úgyhogy nyilván most van egy kisebb szünet, mindenki elment, vagy hát sokan elmentek ugye válogatottba, a németek, illetve ugye többiek tudnak pihenni, úgyhogy szerintem ez jókor jött, kicsit ki tudják szellőztetni a fejüket, aztán újra visszaállni a munkába. Ráadásul ugye német-magyar meccs lesz. Hát igen, ráadásul német-magyar meccs lesz, igen. Aztán a sérülésedet lezárjuk, de valami nagyon meglepett, amit mondtál, mert ugye láttunk már nem egy és nem két tércalak szakadást itt a riporteri munkánk során, és valahogy ezek mindig olyan szörnyű jelenetek voltak, és láttuk, hogy milyen iszonyú fájdalmat él át az, aki elszenvedi, hogy ez nagyon meglepő volt, amit mondtál, hogy te tulajdonképpen még majdnem vissza is álltál, meg hazamentél, és akkor csak utána, hogy hoppá, akkor ez, hál' Istennek legalább ez nem volt, akkor ezek szerint ennyire fájdalmas. Nem, abszolút nem. Én is kérdeztem a dokit, hogy ez most miért volt teljesen más, mint előzőekben, mert akkor, amikor elszakadtam először, akkor hát egyből hívtam a gyúrót, hogy jöjjön, és jöjjenek, és valahogy szedjenek le, vagy vigyenek le a pályáról, mert egyszerűen nem volt erő a lábamba, úgyhogy nem is tudtam felállni. Most ez teljesen más volt, aztán a dok is azt mondta, hogy valakinél az első is nagyon fáj, valakinél a második is fáj, valakinél egyik se, úgyhogy ez nem tudsz nagyon ezzel úgymond számolni. Úgyhogy hát tényleg bizakodó voltam, hogy nincsen nagy gond, de hát ez most már megtörtént, úgyhogy már csak előre tekintek. És ilyenkor mennyire tervezed meg, mert azért ugye nem ez az első ilyen szituáció a pályafutásod során, de hát mindig később jön, és mindig amikor jön, akkor gondolom ez nagyon váratlan, és nagyon rosszul érint. Már túl vagy az első sokkon, és már azért úgy összeállt a fejedben, hogy fog kinézni ez a rehabilitáció, itt leszel Magyarországon, hogy tervezed már egyáltalán ezt az időszakot? Hát igen, túl vagyok az első sokkon, illetve már majdnem, hogy a másodikon is, mert én nagyon bíztam benne, hogy ma túl leszek ezen a műtéten, de megint kicsit össze kellett kapornom magam, hogy most tudjak veletek beszélni, úgyhogy most már tényleg elfogadtam azt, hogy a szerdai az az én napom, az az időpont, jól kell sikerüljön a műtét, és akkor ugye a németek már elkezdték szervezni az én rehabilitációm Németországba, úgyhogy ott fogom csinálni a rehabilitációm, illetve nyilván, hogyha bármilyen szükségem van, akkor a Magyar Kézilabda Szövetség az bármiben tud támogatni és segíteni, úgyhogy nyilván vissza fogok térni többször is Magyarországra, Budapestre a kontrollvizsgálatokra, és hogyha úgy van, akkor a válogatott is bármilyen szintű forrást a részemre tud úgymond bocsájtani, úgyhogy én most először is a műtéten szeretnék túl lenni, és aztán majd így lendületből a rehabilitációt elkezdeni. Nem lesz egyszerű, hát nyilván az első se volt egyszerű, azt gondolom a második már pláne nem lesz egyszerű. Annyi talán van benne, hogy ugye nemrég volt ebben részem, és tudom, hogy épül fel egy keresztszalag rehabilitáció. Megvannak a kis feladataim otthon. Akkor mennyi időt vett igénybe? Mennyi akkor, vagy pályára lépte?
Akkor nem voltam semmiféle időkényszerben. Tulajdonképpen, ha őszinte akarok lenni, már 5-6 hónaposan kapusedzéseket kezdtem el csinálni a Fradiban. Nyilván alap dolgokat, de mégis azért nagyon jó volt a rehabilitációm, nagyon jól haladt a lábam, de nyilván mindenki mondta, hogy várjam meg azt a 9 hónapot, amit ajánlanak, ami a protokoll, úgyhogy én is most ennyivel számolok, nem szeretném magam se hidegetni, senkit se hitegetni azzal, hogy én majd 5 hónap múlva visszatérek. Ez a célom, hogy ez a 9 hónap ezen belül jó legyen a lábam, erős legyen, és hogy mentálisan is kész legyek arra, hogy újra pályán leessek. De tudod, miért kérdeztem? Gondolom. Mert ugye, ha jól számolom, akkor 10 hónap van a több mint 10 hónap van azért a párizsi olimpiáig, és adjaék, hogy úgy alakuljon, hogy a csapat kvalifikálja magát, akkor ez még azért, ez reális cél lehet. Tehát ha mondjuk, mit tudom én, 8,5-9 hónap után visszatérsz, és egy hónap alatt formába lendülsz, akkor nem kizárt még egy olimpiai rész. Hát bízom benne, hogy az így lesz, és én nyilván mindent meg fogok ezért ebben az ügyben tenni, úgyhogy de most tényleg, amit mondtam, hogy most ennyire előre tekinteni, szerintem felesleges lenne, nyilván a végső célként ott lebeg előttem, de tényleg most ezen a műtéten szeretnék túlesni, amit említettem. Persze, ez teljesen érthető. Ati, nem szoktál ilyen csöndben lenni? Hát nem nagyon szeretek így sérülésekről beszélgetni, mert ott nekem is részem benne, meg tényleg ilyenkor az ember szeretne hosszú távra előre nézni, ha van valami olyan verseny, ahova jó lenne kimenni, de leköti azért a figyelmet az, hogy holnap mi lesz, tehát szerdán. Tehát abszolút megértem a helyzetedet, úgyhogy csak egy kalappal tudok kívánni ez a dologhoz. Jó, akkor váltsunk is témát, mert szerintem ezt egyrészt kibeszéltük, kínozni se akarunk, van elég problémád, és egyébként nagyon-nagyon köszönjük, hogy vállaltad ezt a beszélgetést. Nyilván hozzád is eljutottak azok a hírek, amik egy-két héttel ezelőttre datálódnak, amikor ugye volt egy konferencia, és akkor ott a válogatott erőléti edzője Szűcs Martin mondott érdekes dolgokat, adatokat, tényeket, többek között a kapusok is meg lettek szólítva, úgymond, és ezzel nagyon sokan felkapták a fejüket. Ugye valami konkrétan az hangzott el, hogy hát semmilyen mutatóban nem feleltek meg az elvártaknak, és hogy újra kellett húzni egyáltalán az egész kritérium rendszert is. Lefordítanád ezt a nyelvünkre, hogy ez most, vagy ez titeket is meglepett? Mit jelent ez pontosan? Hát megmondom őszintén, hogy én abszolút, persze néztem a híreket, meg olvastam egy-két dolgot, de abszolút nem folytam bele ebbe a dologba, úgyhogy én nem is szeretnék ebbe semmilyen szinten álláspontot foglalni. Nézd, én az a kapus vagyok, én nem tudom, hogy a kapusok hogy állnak mindenféle fizikai állapotban, én az a kapus vagyok, aki azt gondolom, hogy elég jól tud futni, szerintem jó kondíciális állapotban vagyok, úgyhogy az, hogy ki milyen állapotban van, én azt én nem tudom megítélni, meg nem tudok neked elmondani bármiféle dolgot. Én azt tudom, hogy amikor siófokon voltam, és hogyha már norvégokhoz akarjuk viszonyítani magunkat, mert nyilván ugye ők vannak valószínűleg, mert tudjuk, hogy ők vannak ugye magasan a legjobb fizikai állapotban, azért nekem is kellett küzdenem azzal, hogy a Silja Solberg-gel tartsam az iramot, de megmondom őszintén, ott voltam a nyomába, úgyhogy nem éreztem azt, hogy olyan nagy különbség lenne köztünk futásban, vagy bármi ilyesmiben. Úgyhogy tehát, hogy ezt el szerettem volna mondani, de ennél többet én erről nem tudok mondani, hogy ők felhúztak egy új táblázatot a kapusoknak a mérőszámaival. Én erről még nem hallottam egyébként, úgyhogy személyesen én beszéltem már a Martinnal, többször ugye nyilván az előtti dolgokban egyeztettünk, hogy a klubomban elvégzett munkával ő meg van elégedve, vagy nincs megelégedve, vagy hogy kellene ezt kivitelezni. Nyilván ugye mellette ott van Holanek Zoltán, aki
ugye már régóta velünk dolgozik, ő azért jobban átlátja a mi fizikális állapotunkat, úgyhogy a Martinnal ugye nem annyira sokat kommunikáltam, de azért, amit elmondtam, hogy pár szóval már voltak egyeztetések, úgyhogy hogyha én magamra kapusra vetítem ki ezt a dolgot, én ezt így nem látom, hogy itt bármiféle nagy probléma lenne. Egyébként ez azért furcsa számomra, hogy pont a kapusokat emelte ki, mert azért a kapusokra jól tudjuk, hogy nem attól védenek feltétlenül nagyon jól, hogy szuper szónikusan futnak a pályán, meg a súlyemelésben rendkívül jók. Nyilván, ha jó fizikai állapotban van egy kapus, az jót tesz neki, de azért a védési hatékonyság az nem ettől függ 100%-osan, és egyébként ez alkati különbségeket is jelent, hogy ki hogy véd. Mondjuk ha rád gondolok, vagy a Januri Kingára, nem gondolom, hogy fizikai problémátok lennének. Nyilván a Biro Blanka, vagy a Szemerei más típusú kapus, tehát nem feltétlenül azok a robbanékonysági dolgokon múlnak, hogy jól védenek, de ők is jól védenek. Úgyhogy ez azért volt nekem furcsa, hogy pont a kapusokat emeltek ki, meg kiemelhetett volna szélsőket, vagy átlőket, ahol sokkal szignifikánsabb az erőnléti problémáknak a kérdése, hogyha vannak, de hát azt tudjuk, hogy azért le vagyunk ebbe maradva. Mindenesetre azért én is elkaptam erre a fejemet, és gondoltam, hogy neked sem, meg különösen a Kinginek ez azért nem... Ez a meglepő volt, hogy ilyet mondanak. Hát megmondom őszintén, hogy ezt nagyon jól összefoglaltad, Attila, úgyhogy én is így látom, tehát, hogy nekem is van egy brazil kapustársam, aki ugye jóval magasabb, meg mindenféle szintéren teljesen eltérő stílusban védünk, úgyhogy neki ő másból erős, én meg egy másik területen erős vagyok. Én elég jól tudok futni, viszont biztos meg tud mozgatni 250 tonnát, én biztos nem. Tehát, hogy ez ilyen, nem az a lényeg, azt gondolom, ilyen szempontból a kapusoknál, amit kiemeltél te is, hogy utána az hogy milyen eredményes, hogy a pályán szerintem az számít nyilván, hogyha a mutatóid nagyon romlanak, vagy nagyon nem tudom, akkor nyilván akkor dolgoznod kell azon a területen, hogyha előtte, nem tudom, le tudtál futni 18.000 kilométert, és utána már csak kettőt se, akkor nyilván ott gond van, és akkor azon fejleszteni kell, és akkor vissza kell magad építeni arra a szintre, ami a te szinthez ez képest megfelelő. Úgyhogy én ebben nem szeretnék belefolyni, semmilyen szinten őszinte vagyok, hogy nekem most erre se energiám, és semmi, tehát, hogy... Nem tudom. Megkerülhetetlen volt. Én nekem inkább egy más dolga lenne egy kérdésem, bár most már ez ilyen elméleti, de amikor olvastam a Tatai Petinek a nyilatkozatát, hogy azt a fajta rendszert, hogy három kapussal forogtok, azt ő nem tartja jónak, és egy első számú kapus és egy második számú kapus modellre állnátok át. Amikor ezt olvastad, vagy beszéltél vele, akkor neked ez mi jutott erről eszedbe, hogy ez szerinted ez jó, vagy nem jó, vagy mit gondolsz erről? Hát szerintem ő inkább arra gondolt, hogy ugye voltunk talán négyen vagyunk így, akiket meg kellett volna versenyeztetni a világbajnokságig, és akkor utána abból a négyből kettőt ugye kiemelni, akikre úgymond támaszkodt, az soha nem jó egy világversenyen, hogy volt egy kevésbé jól sikerült meccsed, vagy a csapatnak egy kevésbé jól sikerült meccse, és akkor kiveszünk egy kapust, felültetjük a lelátóra, aztán utána bejön egy másik kapus, és így cserélgetjük a világversenyen. Szerintem erre értette az, hogy két kapust kellett volna, kell szerinte úgymond a világversenyen használni. Aztán nyilván, hogyha tényleg nagyon valaki nem kapta el a fonalat, akkor nyilván benne van az, hogy kicseréled. De nyilván az első körbe egy meccs után ne csináljunk olyat, gondoltam, én erre értette, hogy kicserélünk egy kapust, vagy nem tudom. Tehát, hogy én inkább erre értettem, de szerintem ez inkább egy ilyen kommunikációs rosszul jött le, szerintem a médiából ez a kommunikáció, itt mind a négyünkkel komolyan számol, és számolt a Peti és a Vova is, úgyhogy mind a négyünket meg szerette volna versenyeztetni, mind a négyünknek meccseket akart adni. Most én ebből a körből múlt időben beszélek, mert én ebből ugye kiestem, úgyhogy én inkább ebbe láttam a víziót, hogy
az a két kapus, aki ott a padon, azok azért vannak ott, hogy tényleg korlátlan bizalommal rendelkezzenek mind a felőle, mint a vezetőedző felőle. De azért ez egy picit reflexió volt a legutóbbi világversenyre, ahol pont az történt, amit elmeséltél, hogy forogtatok a kapuba, és ahhoz képest, hogy mindegyik őtök jó formában volt a világverseny előtt, ott azt hiszem az EB volt, ugye? Igen. Ott ahhoz képest nem tudtatok igazán bravúrosan védeni, amit vártunk, meg volt azért egy-két meccs, amikor neked is, vagy a Kinginek, sőt azt hiszem a Szemereinek is volt egy jó meccse, de összességében azt gondoltuk, hogy a kapus poszt talán a legerősebb posztunk, és nem voltak jók a mutatók, nem csak a kapusoknál, teszem hozzá. Lehet, hogy ez volt az oka, hogy ő azt gondolja, hogy versenyeztetni kell, de amikor eldönti, hogy akkor ennek a versenynek vége, mert egy világversenyen már nem kell versenyezni, ott már jól kell védeni, akkor az az egy vagy két kapus játszik többet, de tényleg ez most már egy elméleti dolog, mert ugye te kiestél a januári Kingára, nem tudjuk, hogy milyen állapotban van, mennyire tudja a sérüléséből visszahozni magát, úgyhogy lehet, hogy aztán nem fog fájni a feje miatt az edzőnek, hogy kit fog beválogatni, meg ketten maradnak. Hát igen, nyilván innentől kezdve ez Vova, illetve a Peti döntése lesz. Én ugye sajnos ebből a körből kiestem, úgyhogy innentől kezdve sajnos én ebben már nem tudok beleszólni semmilyen szinten. Szerintem itt nyilván ilyen, hogyha megnézzük a norvég válogatottnál, ott is volt két kapus, a Lunde meg a Solberg, amíg ugye a Solberg ugye rendelkezésre állt, és akkor ők folyamatosan ők védtek, és szerintem egy ilyen rendszerbe próbáltak ők is gondolkodni. De ezen kívül az, hogy most éppen per pillanat mi történik a válogatottban, és hogy most hogy állnak ennek ehhez a történethez, nyilván ez már, ugye én ebben már nem látok bele, úgyhogy én ennyit tudok erről elmondani, erről a dologról. Az EB-vel kapcsolatban, amit mondtál, hogy igen, sajnos ott tényleg mindenki jó formában érkezett kapusok, és aztán nem tudtunk segíteni a csapatnak, és amúgy egyébként tényleg nagyon bosszantó volt szerintem mind a hármunk számára. Úgyhogy remélem, hogy a VB-n tényleg, ami nem jött össze az EB-n, semmi nem jött össze úgymond az EB-n a ilyen szinten, úgyhogy remélem, hogy össze fog jönni, és tényleg bármelyik kapus lesz a kapuból, vagy bármelyik két kapus ül a padon, mindenki óriási formába fog védeni, úgyhogy kívánom nekik, hogy tényleg úgy egy kicsit kompenzálja az élet ezt most. És ugye Ámblok egyébként bizakodó vagy a válogatottunk VB szereplése előtt, mert ugye azt tudjuk, hogy ez nem csak egy VB a sok közül, ami önmagában is nagyon fontos, hanem itt lehet egyáltalán egy pici lépést tenni Párizs felé. Igen, azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy ennek milyen jelentősége van most ennek a VB-nek, úgyhogy ezzel nem lesz probléma, úgyhogy nagyon oda fogják tenni a csajok magukat, úgyhogy én nagyon szorítok értük, és tényleg itthonról, vagy majd Németországból fogok nagyon szorítani nekik, és tényleg nagyon bízom benne, hogy ez össze fog jönni, mert azt gondolom, hogy ez a csapat megérdemli, hogy most egy ilyen rosszabb időszak után ez összejöjjön neki. Egyébként a német válogatottat mennyire követed, mert ugye náluk is egy olyan csapat van, amiben nagyobb lehetőség, de eddig nem sikerült igazán kihozni magukból. Én beszéltem egy pár hete az Olivier Krumbolccal, és azt mondta nekem, hogy szerinte a német válogatott az, amelyik meglepetést okozhat, komoly meglepetést ezen a világbajnokságon, hogy te mennyire látod őket jónak. Már csak azért is, mert most játszunk ugye velük. Mit gondolsz róluk? Hát ugye nyilván a német edző a Bietigheimben a két évig edzőm volt, úgyhogy nagyjából tudom, hogy milyen játékrendszert képzelt el, és azt szeretné ugye megvalósítani a német válogatottban is, ugye nagy gyors, lerohanós kézilabdát akar, futós kézilabdát, azt gondolom, hogy ezek a német játékosok erre alkalmasok is. Azért az éremnek itt két oldala van, mert ők is most azért egy kicsit ugye az ág is húzza őket, sok sérültjük van, ugye Mindhove eltörte ugye a kézközépcsontját, és mai nap beszéltem vele, úgyhogy ő is nagyon bizakodó, hogy esetlegesen ugye oda tud kerülni a VB-re,
Úgyhogy a Stolle is folyamatosan ugye azon a poszton, ugye eléggé meg vannak lőve, a Stolle is folyamatos sérülésekkel küzdött, úgyhogy nem tudom, hogy mai nap folyamán, hogy most hogy áll az ő Achillesze, illetve azért egy-két sérülés még itt ugye van a válogatottnál is, a beállósnak is ugye térde, a Schmelzernek, aki Romániában játszik, ott neki is problémái vannak, aki ugye pályás poszton ők sincsenek annyira így ereresztve, úgyhogy megmondom őszintén, hogy ezen a poszton azért többször beszéltem Markusszal, ott azért aggódott ez miatt, hogy hogy fogják tudni megoldani, de most ugye újként bekerült a Benke a körbe, akinek most a tél, de most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy bírja azt a terhelést. Ezen kívül, hát nyilván a német válogatottat jól ismerem a játékosok ellen, akik ugye a német ligában játszanak, játszottam. Szerintem ez a válogatott, ez sokra viheti, de talán nem tudom, hogy most fog kijönni ez rajtuk, vagy esetleg később. Folyamatosan dolgoznak, én azt gondolom, hogy van egy jó alapuk, van egy nagyon jó edzőjük, meg a jó játékosokból állnak. Egy-két forma ingadozás ugye van a válogatottnál náluk, akiket fel tudnak építeni, akkor azt gondolom, hogy amit mondtál, hogy te meglepetéseket tudnak majd okozni. De reméljük, hogy a nagyon meglepetést, azt majd mi okozzuk mondjuk egy kiegyensúlyozott jó teljesítménnyel. Ciki, neked meg azt kívánjuk, hogy nagyon-nagyon gyorsan a múlté legyen, ez az egész mizéria, amibe bekerültél, legyél túl gyorsan a műtéten, és aztán mi hamarabb, csak előre. És köszönjük szépen még egyszer, hogy vállaltad a beszélgetést. Én is köszönöm. Sziasztok! Szia, jó bulást!